Nagyot ugrott az oltásra jelentkezők száma Franciaországban és Belgiumban is, miután mindkét országban kedvezményeket ígértek a beoltottaknak. A francia fiatalok bulizni és étterembe járhatnak a zöld igazolvánnyal, az egyik belga tartomány pedig maszkmentességet ígért a védetteknek. A diákok oltását népszerűsítik az egyik párizsi iskolában. Egyszerre 100-an kaptak oltást. Mindannyian úgy vélik, ezzel ismét a régi életüket tudják majd élni. Ma kapta meg a vakcina első adagját. Ez nekem azért fontos, mert szeretnék étterembe járni, szeretnék bulikba menni a barátaimmal, és külföldre is szeretnék utazni, meg Franciaországon belül is, mondta egy fiú, aki úgy érzi, az oltási igazolás nélkül kimarad a diák élet legjobb dolgaiból. Franciaországban a 12 és 17 év közöttiek 62%-a már megkapta a koronavírus elleni oltás mindkét adagját. Az oltásra azután jelentkeztek tömegével, hogy a kormány bejelentette. Szeptember 30-ától a 10 évesek nem léphetnek be az éttermekbe, a mozikba, illetve más kulturális intézményekbe, sőt vonatra sem szállhatnak védettségi igazolvány nélkül. Vallóniában, Belgium déli részén pedig egy nap alatt 5-szörösére emelkedett az oltásra jelentkezők száma, miután a regionális parlament különböző kedvezményeket helyezett kilátásba azoknak, akik rendelkeznek az oltást igazoló zöld kártyával. Egyebek mellett korlátozás nélkül látogathatják a bárokat és éjszakai klubokat, a beltéri rendezvényeken pedig maszkot sem kell viselniük. A rendelkezés október közepétől lép hatályba, és december 31-ig marad érvényben. Vallóniában a megbetegedések száma továbbra is emelkedik, különösen Liège tartományban. A legtöbb fertőzést a gyermekek és 10 évesek körében észlelik, de az új tanév kezdetével a fiatal felnőttek körében is növekedés várható.